A társadalmi felelősségvállalás egyik legszebb példája ez az együttműködés, hangzott el a kisvárdai mentőállomáson tartott rendezvényen. A szakképzés, ami a jövőt biztosítja, együttműködik egy olyan hivatással, ami szintén a lakosság érdekeit szolgálja. Érdekes megállapodást írt alá a mentőállomás, a mentőszolgálat és a szakképzési centrum. Önkéntes munkával a szakképző centrumban dolgozó gyerekek fogják felújítani több település mentőállomását. Azt gondolom, hogy tényleg példaértékű. És ami az érdekes még ebben az egészben, hogy nem csak egy közös együttműködés történt már a mentőállomás és mondjuk Kisfárdaváros között, hiszen ha majd kimennek és kint van egy tábla, egy rekreációs hősök parkja fogja most megépülni itt a mentőállomás területén. Azt gondolom, hogy ahogy szoktuk mondani, így kell ezt csinálni. Ez a megállapodás már a második a régióban. Az elsőt a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal kötötte az Országos Mentőszolgálat. A diákok, mint egy gyakorlati feladatként segíthetnek a kisvárdai, záhonyi, fehérgyarmati és csengeri mentőállomások felújításában. A diákoknak mi biztosítjuk a felszerelést, az anyagot, az építőanyagokat, amik számunkra szükségesek, és a tudást és a gyakorlatot azt pedig itt tudják a mentőállomásokon megszerezni, nyilvánvalóan tanárok felügyelete mellett, de mégiscsak egy olyan körülmény között, ami nekünk is egy óriási segítség, és azt gondolom, egy komoly társadalmi felelősségvállalás az ő részükről, és hát nekik is azt gondolom, hogy egy jó gyakorlati helyszín lehet egy-egy mentőállomás. A Kisvárdai Szakképzési Centrumnak van gyakorlata ilyenfajta partnerségben, hiszen korábban már volt felkérés más állam által működtetett intézmény részéről. A diákok amellett, hogy munkájukkal értéket teremtenek, a társadalmi felelősségvállalásban is részt vesznek. Ez nem az a fajta önkéntes munka, amit ők úgy végeznek, ami kell a meghatározott keretek között, hanem ez gyakorlatilag, ahogy idő és energia van rá, ez folyamatosan évről évre tudjuk ezeket a vállalásokat megtenni, és nincsen időbeni, illetve hát anyagi korlátja sem, amennyiben ezt a költségvetésünk engedi. Kisvárda városa és a Segítőkezek Alapítvány felajánlásából az önkéntes munkában részvállaló diákokat mozi egyel ajándékozzák meg, fokozva ezzel a közösségi együttműködés élményét.